A nap minden percét kihasználják, kihasználták azok, akik a kihívás napja programjaihoz csatlakoztak. Éjfél után a Csitári uszodánál álloműző, bemelegítő gimnasztikai gyakorlatokkal startolta le versengés. Volt, aki láthatósági mellényben tornázott, nem véletlenül, ugyanis ezt követően kerékpárra pattant és csatlakozott a Magyar Kerékpáros Klub Székesfehérvár és térsége területi szervezetének éjszakai túrájához. Közös gyaloglásra és futásra is várták a mozogni vágyokat, a regyóban pedig a labda pattogott folyton folyvást. Az uszodában a reggeli órákig folyamatos aktivitások várták a sportolókat. Napfelkelte után is dübörgött a kihívás napja, a többi között a város bölcsődeiben, óvodáiban és iskoláiban, így a Németh László iskolában is, ahol a régi idő gimnasztikáját egy flashmobbal idézték meg. Erők 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Van egy Széchenyi kihívás, ami az idén a Széchenyi Istvánnak a munkásságához kapcsolódik, hogy a reformkorban milyen sportolást próbálta Magyarországon meghonosítani, ugye, amikor Angliából hazaért, és ennek a témakörére épül most az idei kihívásnapjának a belső kihívásnapi része, ez a Széchenyi kihívás. Mi a focira neveztünk, az délután lesz, és szerintem a sportolás nagyon fontos, ezért rendezték ma ezt a kihívásnapját. Nagyon fontos a testmozgás, hogy egészségesek legyünk. A kihívás napja üzenetét ezrek tették magukévá Székesfehérváron, számos díjmentes program várta, várja a mozogni vágyókat. A többi között a nyitott tornatermek program keretében volt nyugdíjas torna, tollaslabda és nordic walking is. A nap zárásaként 18 órától tekból bemutatót tartanak a bregyóban, és köredzésre is lesz lehetőség.